azon elgondolkoztak, hogy hogyan szólítsák meg a jelenlévőket. Én vállalva a saját identitásomat úgy tenném, hogy Krisztusban szeretett testvérek, szeretett barátaim. Magamról is kell az volt a feladat, mert előtte mondani valamit. Hát magamról annyit talán, hogy a 90-ig tartott időszakban geológiával foglalkoztam, Földtani Intézetben dolgoztam, és környezet és agrogeológiai térképeket szerkesztettem a Balatoni vízgyűjtőn. Később aztán egy kitérő volt, röviden befogjam, Környezetvédelmi Minisztérium munka. Aztán hála Istennek a szocialisták kiebrudaltak, és addigra már meghívtak a Pázmányba tanítani a bölcsészkarra, és közben én tanultam ezt a szociológiát, ezt azt, és akkor meghívtak humán ökológia tanárnak. Most még azért teszek annyit hozzá, mert ma már én csak családszociológiával foglalkozom, hogy hogyan lett ebből egy váltás. A meghívott tanár nem volt hajlandó tovább tanítani, csak azt mondta nekem a DK, hogy te leszel a családszociológus, hiába tanítottál egy humán ökológiát, meg településkutatást, mert hogy ezt kell tenni, nincs pénz. És akkor az orosz tanár egy leckével előtt, hogy elkezdtem ezt csinálni, végül rájöttem arra, hogy semmi nincs olyan dolog, amit én jobban szeretnék, mint a család és a közösség világának kutatása. És aztán egy megszűnt intézetben dolgoztam, amit a három beszántott talaj előtt, ez a Nemzeti Családi Szociálpolitikai Intézet, de nekem felszabadító hír, hogy két hét múlva már újra indítjuk Hopp Mária intézeteként, ezt rövidítve kincsnek hívják, és ez nagyon jó dolog. Mindezt azért mondtam csak el, mert nekem nem szakterületem a teremtés teológia. Én egyfajta szellemi visszatérésként élem meg a régebbi munkáim felé, illetve szerettem volna bemutatni, nagyon sok szempontot hallottunk az elmúlt két napban, nagyon sok gazdagító előadást, aztán még a katolikus neotomista, personalista filozófia alapján tekint rá a világra, és ezért ebből a szempontból a szeretett biológusa mentén ezt szeretném bemutatni nektek. Elhangzott ma már János Evangélium Istvánnak a Logosztinuszából egy-két sor. Ez nagyjából össze is foglalja, amit az ember mondani akar. De tekintettel, fáradt tekintetű szeretett barátaimra, egyrészt rövidebb is leszek, másrészt lehet gyorsabb is. Sokan emlegették már mai napság, hogy elvesztette a 20. század, de már az újkori embere is a szakralitás iránti érzékét, a régi bölcsesség iránti érzékét. Elszakadt az újkori racionalitás világába, modernitás világába a hit és a tudás egymástól, már nem bölcsek vannak, hanem szaktudomány művelő. Erről két véleményt hoztam ide. Az egyik azt mondja, hogy a tudomány és a hit világképe ellenkezik egymással. Hát gondoljunk dialektikus materialistának nevezett barátainkra. A tudomány és a hit világa, mondja a másik vélekedés, annyira különbözőek módszereinkben és előfeltételeinkben, hogy köztük sem ellentét, sem harmónia nem lehet. Én ezt se osztanám, hiszem azt, hogy a hit és a tudás mélyen összetartozik, együtt a bölcsességet kell képviselni. Hiszen például Einstein is mondta, hogy a vallás tudomány nélkül vak, a tudomány vallás nélkül bíma. Nem is lehet közöttük konfliktus, mert a hit igazsága és a tudományos megismerés igazságai azok más kérdésekre felelnek. A természettudományok egyfajta tematikus és módszertani redukcionizmus hajtanak végre, ezért ő a saját szakterületen képeznek igazat. És annak idején már Szent II. János Pál is említésben többször a Fidészet Rácia hit és tudásról írt munkájában úgy vallja, hogy ez a megismerés két legitim területe az ész és a hit tartománya. És
napjainkban ebben a globális válsággal küzdő világban éppen erre van szükség, a tudomány és a hit közös erőfeszítésére, hogy kijussunk ebből a válságból. Magának a teremtés teológiának, a protológiának és a természettudományok viszonyában sokféle álláspont volt. Volt egy idő a versengő magyarázatok modellje, itt bizony a keresztény egyháznak nagyon sok adóssága volt. Oda jöttem Galileit. Tavaly volt 25 éve, hogy rehabilitálták. Tehát a keresztény egyház lassan jutott el oda, a természettudomány, vagy éppen magyarul kicsit többen beszélek az evolúció, integrálni tudja saját világképével. De ugyanez volt a darwini fejlődés elmélettel is. Aztán jött egy olyan időszak, amikor a kiegészítő versengés modellje valósult meg. Ezt leegyszerűsítve a hézakpótló Isten, amire a tudomány nem tud felelni, ott még ott lehet az Isten. Típusú megközelítésnek gondolom. A különböző sikló magyarázatok modellje, az pedig azt hallja, amit az elején mutattam, hogy nincsenek érintkezési pontok a tudományok, a természettudományok és a hit között. De én a harmadik, illetve most meg a negyedik változatot, Dösárdenne, Gámozzi Sándor és majd főként Ráner, Baltazár és Desakar modelljében hiszek, azaz dialogikus modellre van szükség, és én ezt az utóbbi modellt szeretném képviselni. A világegyetemet, kozmoszt, egységrend és célirányosság jellemzi. A világ egy és oszthatatlan, bár kontingens részeként egy folyamatos interakció jellemzi. Az egység pedig azt jelenti, hogy a rend kapcsán egység a sokasságban és a sokféleségben. Az univerzumot ez a neotomista logika egy dinamikus, hierarchikus valóságnak mutatja be, ahol a létesítő és a célok, kauzalitás és finalitás egymás komplementer módon egészítik ki, és halad a komplexitás felé. Kozmosz antropikusan hangolt valljuk. Sokszor a tudomány életében a véletlenről szoktak beszélni, az evolúciót is a véletlen alakította, a világegyetemet, az életet, az embert ki. De azt is hallják, hogy a fizikai állandók terén olyan behatárolt értékekről beszélhetünk, amelynek esetén már kis eltérések miatt sem jöhetett volna létre az élet és az értelmes emberi élet. Ezt nevezik a kozmosz finom hangoltságának és antropikus irányultságának. Egy szerzőnek egy pár gondolatát hadd idézzem ide. Vajon véletlennek lehetett a szerepe, és olyan kialakulhatott volna a világegyetem, az emberiség napjainkig. A Life Puzzle című könyvében a szerző szemléletes példával világítja meg a véletlenszerűség esélyét. Tegyük fel, hogy majmot ültetünk az írógép elé, és a majom másodpercenként leüt egy betűt. Ha sokáig hagyjuk dolgozni, néhány oldalnyi szövegben már fogunk találni egy olyan betűcsoportot, amely megfelel valamilyen rövid értelmezőt. Darwin a fajok eredete című művének első mondatát azonban csak 10-180. év alatt jelenhetne meg egyszer a vattában gépelgető majom művében. Ez olyan elképesztő egy nagy szám, amely felülmúlja a világ mindenség feltételezett életkorát. Ha nagyon sok majommal dolgoztak, mert akkor is az értelmetlen sorozatoknak van nagyobb esélyük, és nem az értelmeseknek. Az egész könyv megjelenésére pedig hiába várnánk. De könnyítsük meg a majmok munkáját. Ha egy szót szerencsésen eltalál, félre tesszük, mert a másodiknál folytatjuk a kísérletezést. Ebben az esetben már 18 milliárd év alatt megjelenhetne az első mondatnak. Most ez ugyan inkább szellemes, mint de azért a valószínűség, hogy
hogy a véletlen mennyit szerepel ebben, azért arra találnál világít. Dösárden és Rámer úgy gondolja, hogy a világot Isten teremtette, az elsődleges ok az Isten, causa prima, míg a másodlagos ok maga az anyagvilág, amelyet egy öntranszcendencia, önfelülmúlás jellemez. Szent Tamás, Aquinói Szent Tamás azt mondja, hogy az Isten a világ transzcendenciója, az anyagvilágba plántált természeti törvények, ez mint önmagában működő, relatív önállósággal adnak. Karl Rahner, a 20. század egyik legnagyobb katolikus teológusa, pedig a kreáció kontinua, a folyamatos teremtéssel hallotta, mely úgy valósul meg, hogy a természet törvények hatnak, de isteni együttműködést biztosítja a Conclusus Divinus. Teilhard de Chardin katolikus körökben is sokan vitatták, az emberi jelenségről megjelent egyébként alapvető könyvét, máig sokan nem fogadják el katolikus körökben. Ő egy csodálatos gondolat is volt vezetett végig. A kozmogenezist követte most már a társadalomra egy kiadó bizonyos dolgokat a nomogenezis, de az út, a végpont az a krisztusi. A krisztusi krisztogenezis, azaz az anyagapont felé halad. Ez azonban nem lineáris fejlődés, tehát ilyen, hogy élettel növény állat ember, ebben igenis vannak evolúciós véletlenek, de egyébként pedig a hívő ember számára Isten jelenik ezt a csodálatos fejlődést. Mielőtt rátérnék a Szent Háromságtani teremtés értelmezésre, egy esztózós, egy kis rövid kitérőt hadd tegyek. Mikor a rendszerváltozás idején környezetvédelemmel foglalkozva zöld ökologizáló barátaimmal ültem le beszélgetni, akkor mindig azt mondták nekem, hogy ti keresztények vagyok a felelősek a környezeti válságért, a dominum terje a föld uralma elve miatt. Én most anélkül, hogy ebbe mélyebben belemehetnék, hadd mondjam azt, hogy pont a szekularizáció az oka annak, hogy az ökológiai tudatosság elveszett. Miért? A középkor embere, vagy a régebbi korok embere számára a keresztény identitás azzal járt, hogy mindent a keresztény etika szemüvegén átítélt meg, bármilyen cselekedetet. Az újkorban, a modernitás idején a Hume-i empirizmus, a racionalizmus, később pláne a Conti pozitivizmus elszakította egymástól a területeket, és a szekularizáció miatt az etikát száműzték a házi tűzhelyek és a templom világában. Mindenütt a maga logikája működött. A politikában a hatalomra kerülni, ellenzékbe maradni, a gazdaságban a rentábilis vagy profitábilis, és nem az. És a etika az csak a szűk egy családi életre szorult. A jó válasz nyilván az, hogy visszatérünk a hit és tudomány egységéhez, és mondjuk egy Szent Ferenc értelemben gondolkodunk a környezetünkére. Úgyhogy nem vitatva az zöldek elkötelezettségét, én azt is hiszem, hogy a környezetügyét is a keresztény szellemben lehet igazán jól művelni. Hiszen a globális válságot éppen az újkor, az ipari forradalom, de most nem mondom rég a folyamatot, a mai globalizált világig alakította ki. Előtte is volt természetesen, de milyen szintű. Most nézzük a teremtés trinitárius, az a Szent Háromsági elvének gondolkodói közül egy párat kiválasztva. Közös bennük az, hogy mindegyik a Szent Háromság szeretet egységét hangsúlyozza, és ha valami üzenetem lehet majd arra, hogy milyen lehet az aranykor, akkor valószínűleg az, hogy ezt a szeretet egységét a Szent Háromságnak kellene megpróbálni modellezni itt és ma, családjainkban, életünkben, nemzetünkben egyaránt. Leo Sefcsik mondja, hogy az Atya, Fiú, Szentlélek együttes szerepét kell
értelmezzünk a teremtésben, hogy tanították is annak idején, az Atya teremt Krisztus által a Szentlélekben. Hans-Urs von Balthasar pedig egy personalista, személyközpontú, biologizáló modell van. Az isteni lények, és akkor itt elérünk a lényeges kérdéshez, egyenlő az abszolút szeretettel. Az Atya maradéktalanul önközvő aktusával személyként konstituálja a fiát, azt sokszor használja Balthasar, ezt őskenózisnak hívja, és együtte a fiúval a szentelefet. Az üdvend alapja a Szent Háromság örök szeretetben megvalósuló örök belső élete. Az Atya és a fiú közti határozat határtalan különbség teszi, lehetővé a teremtő és a teremtett világ lényegi különbözését. Én nekem a legjobban egyébként 11-esetlen modellje tetszik, ez egy kommunió, egy kommunikációs felfogás, dialogikus és personalista felfogás. Az Atya, ez az eredet nélküli eredet, az isteni élet ősforrása, az ős ajándék. A fiúnak és a léleknek, és az isteni szeretet kommunikáció alapja és központja. A fiú az elfogadás lény, visszaadja és elfogadja az Atya szeretet ős ajándékát, a lélek pedig az Atya és a fiú ajándékának örömteli elfogadása és viszonzása, az Atya és a fiú megdicsőítésével. Gálóczi Sándor a következő, amit még említek, nála nem annyira a szubstanciális egysége a fontos az isteni személyeknek, hanem a perikorézis, a minden egymás átható logika. A teremtés a Szent Háromság örökös szeretet egységében megvalósuló perikorétikus cselekvés egység kifele irányulva. Leegyszerűsítve ezt a kicsit bonyolultan húzó gondolatot, Marcelli Bazilejosznak a gondolatával lehet ezt példázni. Teremtésünknél a létesítés elsődleges okának gondolja az Atyát. Kivitelezőknek a fiút, tökéletesítőnek a Szentelket. Így a három isteni személy egyetlen pécióból alkot, de a Szentlélek sajátosságot beteljesítse, amit az Atya és a Fiú akar tenni. Bizonyos dogmákat tanít a katolikus egyház, ezekből egy párat ide idézek. Az egész világot, azaz minden dolgok egész valósága szerint egyedül Isten saját dicsőségére a semmiből, nem öröktől fogva teremtett. Isten minden lényét, teremtményét létében fenntartja, és tevékenységükben együttműködik. Mindent, amit Isten képviselésében gondozza és kormányozza. Az egyes ember lelkét Isten teremti, amikor a lélek egyesül a testtel. Itt egy minimális kitérőt kap tegyek a délelőtt nagyon szép inspiráló előadásokra, Bonetta és másokére. Sok szó és nagy súlyon szerepel fontossággal a szeretetből, az érősz. Teljes jogra. Én azért azt szeretném hozzátenni, és ez nem oskodó kiegészítés, mert az úgy volt jó, hogy hallottuk, de mégis együtt a jó. Az érosz, a filia és a agapé. Az érosz, ugye a testi szerelem, a filia a hűség a feleségemhez, és az agapé az isteni szeret. Ez a szeretet egység lehet az, ami az egyik jó választ megadhatja. Most én nagyon sok mindenről ebbe a rövid időbe nem tudok szólni. Így sem a angelológiával, sem az átteremtő bűn témáival nem foglalkozom. Viszont egy-két tételt még hozzátettem. Teremtés logikában, neotomista logikában Isten szabad tette. Isten tökéletessége és jósága nem követeli meg, hogy világot teremtsen, nem lényegéből fakadó szükségszerűséghez, hanem szabad elhatározása. Isten kreáció lett nihilo, semmiből terem az idő kezdetén, de a lényeg és a legfontosabbunkat a teremtés Krisztus által, Krisztusban és Krisztusért történik. És a keresztény teremtés hit és az evolúciós gondolkodás előtt talán még annyit hozzátennék, hogy
kb. A 18. századi lindéi úgy gondolták, hogy Isten megteremtette az növényeket, állatokat, és ezek mind nem fejlődtek, nem változtak. Aztán jött Lamarck, majd később igazság szerint a fontosabb, mint Darwin. Lamarck meg úgy gondolta, hogy a természetben modifikálódik, tehát módosulhat valamilyen szer, és az később örökíthető. Ez ugye tévesnek bizonyult, Darwin pedig ugye a természetes szelekciót és ugye bár a Struggle for Life, az örökös harcot tette meg a megoldási javaslatának. Most aztán a neodarwinisták, közben a genetika tudománya is fejlődött, válaszokat kerestek a fejlődésre, de ezekben mindig ott volt a már emlegetett véletlen. Nem kívánok visszatérni az előbb emlegetett majom képeléshez, de valószínűleg, ha nem tekintjük a kozmosz olyannak, amelyben rend és célirányosság van, akkor ez nem jöhetett volna létre. Dösárden az evolúciót egy irányított összetetté válásnak hívja. Rander pedig már említettem ezt az aktív transzcendenciát, önfelülmúlást emeli ki. Ennek talán az a lényege, hogy a léttöblet, ami kialakul, annak végső biztosítéka a maga a transzcendencia, Isten, de meghagyva a természeti létezők autonómiáját, magyarul a természeti erőknek biztosítja a együttműködése során az evolúció sikerét. Nem avatkozik be állandóan, mint ahogy a fixista, kreacionista felfogás vallotta vallja, hogy Isten minden egyes teremtményt külön megterem, nem, hagyja fejlődni a világot. Kreseket, az evolúciót meghatározó tényezői, egyrészt az egyszerűbből, az általános formákból a komplexebb egyedik felé halad, és a differenciáltabb formák felé. Ezeknek az egész folyamatoknak az alapja az isteni szeretet, kommunikáció és kommunió, és ennek egyre magasabb forma. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek cselekvő személye, akik transzcendens okokként tevékenykednek a világ kibontakozásában. És hogy ez hogy történik? Az Atya a semmiből való teremtés kezdeményezés és képesít a teremtményeket öntevékenységre, önszerveződésre, azaz az evolúciót a beteljesedésre irányítja. A Fiú okozza a fejlődésben a mind nagyobb differenciálódást és maradandó formák nagyobb egyenlősülését, a Szentlélek pedig a túllendülés, az új komplexek formák felé, mind magasabb egységek, kommunikációs képesség felé. És a teremtés arra rendelkezett, hogy az isteni életben részesítsen minket, az evolúció révén mindinkább a Szent Háromság titkának képének felvállaljunk. Így a teremtés teológia ebben az olvasatunkban az evolúció növekvő szabadság és szeretet útjaként jelenik meg. Ennek milyen personalista összefüggései lehetnek erről nagyon röviden. Ugye az ember Isten élőkét mása, tanítja a Biblia. Én mindjárt hozzá szeretném tenni, hogy számomra nagyon fontos volt, amikor arra hívták fel a teológia szakon a figyelmünket, hogy ennél van egy magasabb rang, és az igazi personalizmusnak ez a alapja. Isten képmására teremtettünk, de Krisztus megváltása révén Isten fogadott fiaivá váltunk. És ez a krisztusi megváltottság, ez ad egy olyan méltóságot az embernek, amely Isten képmását arra képesítünk, hogy megértve Krisztust, az igazi, egyébként tökéletes képmás, így egyre jobban ahhoz hasonlóvá fogalmazhatja magát. És számunkra az emberi méltóságot nem valami parlamenti szavazati többlet, mondjuk egy szavazattal több, ezért van méltóságra vágyunk, nem. Az adja meg, hogy Isten képmására teremtett, és Krisztus megváltott minket. A személy azonban egyrészt jellemzi a szabadság mellett a
felelősségvállalás. Szabadnak és autónomnak hirdetjük, de egyben társas lénynek. Szemben az individualista felfogással a personalizmus lényege az, hogy én és te egymáson keresztül csak kapcsolatunkban, társas együttlétünkben, szerető társas együttlétünkben ismerhetjük meg magunkat is, és társunkat is. Az emberi méltóság csak közösségben élhető meg. Arno Anzenbacher-nek ezek alapján négy pontba fogalmazta meg az ember értelmezésének aspektusait. Az ember, mint személy, anyagi természetű, másrészt eszet subjektivitás, aki önmagáról van, tudatában szellemi életet él. Nem szeretem, sokszor esett szó, hogy az anyagi ember. Én úgy gondolom, hogy anyag és szellemi lélek egysége. Az ember társas lény, csak emberek között válik emberré. Erkölcsi arany értelmével képes önmagát meghatározni és szabályozni cselekvését. Szabadságra és egyben felelős autonómiára képes, és transzcendens lény. Rákérdez az életnek értelmére, eredetére. Egzisztenciálisan Isten kereső. Valahogy úgy is fogalmazhatnánk, hogy megismerésünk a végtelen felé mutat, keresi az igazságot. Akaratunk tárgya a végtelen és abszolút jó, az ember pedig mindig cél és soha nem eszköz. Magát az ember pedig egyrészt tarthatjuk szubszisztenciának, egzisztenciának és transzcendenciának. Szubszisztencia az az önálló. Egzisztens az az önérdekérvényesítő az időben, és transzcendens, aki felelős önmaga és Isten előtt. A keresztény emberkép tehát Krisztus központú és Szent Háromság központú egyszerre. Olderic Pár a personalizmusnál azt mondja, három fokozata van a dialógusnak. A megértés, a szeretet és a bizalom. Ezeknek mindegyike alapvető. A megértés az, hogy nyitott intellektussal közelítünk egymáshoz. A szeretet, mely a gyökerünkben a szabadságunkban van, a valami rejtő megtevésének szabadságára, az igaz, a szép, a szeretet világára, ez szabad felek közötti kommunikáció. És a bizalom a kölcsönös megértés és szeretet egymást feltételező világa. Az ember személy, valamint az emberi társadalom és a keresztény közösség java szorosan összefüggő a házas családi közösségek jó helyzetében, idézve a Gaudium et Spes II. Vatikáni zsinat tanításában. És nem olvasom végig, ő az egyetlen teremtmény, aki Isten önmagáért akar. Végül összegzésképpen, a teremtés célja az ember, képes felismerni a teremtett világ jóságát. A teremtés aktusa a Szent Háromsággal közös tevékenység, ebben Krisztusra és az eszkatológikus, azaz a végső beteljesülés irányába. Az ember csak Istennel együtt ember. Teremtett világ jövője nem bizonytalan, mint jó hír, világunk Istennek Jézus Krisztusban véghezik, de cselekedete révén már új teremtésére, amely meghatta az Istenben való beteljesedési életét. Még annyit fűznék mindenhez hozzá, hogy korunk embere az a homo faber. A technika hihetetlen módon fejlődött, az emberi erkölcs ettől lényegesen elmaradt. Szükség van a homo sapiensre, de ennél még többre van szükség. A megoldás az aranykor felé számomra a homo christianus. És ezt talán úgy fordítanám most is itt le, ahogy Jókai Anna fogalmaz, hogy a 21. század embere, az legyen a pásztor lelki bölcseké. Tudjunk közeledni Betlehem felé, legyünk úton Betlehem felé. Ezen az úton tudjuk azzal a hittel, ahogy az angyalokkal hallották a pásztorok, nyitott szívvel eljutni Krisztushoz. És legyünk olyanok, mint azok a bölcsek, akik nem voltak zsidók, de felismerték azt, hogy megszületett a megváltó. Tehát legyünk pásztori elég bölcse barátai, és akkor eljött az a legjobb, ami már
Krisztusunk megjelentével egyébként itt van köztünk. Csak fel kéne ismerni. Köszönöm szépen.